köszönöm szépen, hogy itt vagytok. És köszönöm szépen, hogy ennyien vagytok. És köszönöm, hogy megmutatjátok, hogy itt Budapesten is rengetegen vagyunk, akik nem az agresszor, hanem az áldozat oldalán állunk. Hogy mi itt vagyunk, és a hazájukat védő bátor, ukrán emberek és kárpátaljai magyarok oldalán állunk, nem pedig a háborús bűnösök mellett. És mi akkor is kimondjuk az igazságot a háborúról, hogyha majd holnap emiatt a propaganda bungos bottal üt minket. És mi büszkék vagyunk arra, hogy nem a nyugati szövetségeseinket tekintjük ellenségnek, hanem a háborús bűnös Vlagyimir Putyint. Soha nem volt még ilyen fontos hallatni a hangunkat. Soha nem volt még ilyen fontos megmutatni Európának és az egész világnak, hogy igenis van egy másik Magyarország. És ez a másik Magyarország hangosan és egyértelműen annyit üzen, hogy Slava Ukraini! A háború kitörése óta kétszer is jártam Ukrajnában. Voltam Kárpátalján, Lembergben és Kijevben. Mert képviselő vagyok, és egy aggódó magyar ember. És egyszerűen kötelességemnek éreztem, hogy személyesen ott legyek, hogy megkérdezzem az ott lévőket, hogy miben tudok segíteni, hogy mi történik, hogy tájékozódjak. Ez egy alapvető morális kötelesség volt. És mindeközben Orbán Viktor nagyon bátran, egészen a határig elmerészkedett. Golyóálló mellényben. Ukrajnában pedig a hazájukat védő, bátor és büszke európaiakkal találkoztam. És találkoztam köztük Borodjankában, Svetlanával, egy matek tanár, akinek szétlőtték az iskoláját, szétlőtték a házát, és most a kertjében, a sufniban egy táblán tart matek órákat. És ezt nem látjátok, itt van a kezemben valami. Ezt Svetlanától kaptam, ez egy darab, abból a gránátból, abból az egyik gránátból, amit bedobtak az udvarába. Elkértem tőle, mert mondtam, hogy Magyarországon még mindig vannak olyanok, akik nem hiszik el azt a pusztítást, amit a háború ró az egyszerű, ártatlan emberekre. Szóval ez egy matek tanár lerombolt házából van. Ez Vlagyimir Putyin bűne. És tudjátok, nektek nem kell mondanom, de ami Ukrajnában történik, az bizony köszönő viszonyban sincs azzal, ami Rogán Antal propaganda gépezetéből ömlik. Az oroszok válogatás nélkül lőnek lakóházakra, iskolákra, kórházakra. Fegyverként használják a nemi erőszakot, fegyverként használják a kínzást. Gyermekeket szakítanak el a családjaiktól és deportálnak Oroszországba. Ezek aljas és gyalázatos háborús bűnök. És ezek nem egyedi esetek, ezek egy szisztémás és tudatos háborús taktika része, egyenesen Vlagyimir Putyintól, és egyenesen Szergej Lavrovtól. És aki ezek után Vlagyimir Putyin védelmére kell az Európa Tanácsban, az pontosan olyan, mintha beleköpne a bucsai tömegsírba. A háborús bűnösöket nem lehet mentegetni. A háborús bűnösöket nem lehet sajtótájékoztatón barátnak nevezni. A háborús bűnösöket nemzetközi törvényszék elé kell állítani. És persze, sajnos ez nem fog menni egyik napról a másikra. De amit az Európai Unió segítségével meg tudunk tenni, és azonnal el tudunk kezdeni, az a bizonyítékok összegyűjtése. Hogy megüzenjük az összes háborús bűnösnek, hogy lehet, hogy nem ma, lehet, hogy nem holnap, de igenis el fog jönni az a pillanat, amikor megérkezik a számonkérés órája. Az Európai Unió a II. Világháború borzalmai után egyenesen a romokból született. Erkölcsi kötelességünk, erkölcsi horgonyunk az a mondat, hogy soha többé. És most van az a pillanat, hogy ezt komolyan is vegyük. És mi ezért dolgozunk igazából Brüsszelben, miközben a propaganda azt hazudja rólunk, hogy az óvodások átműtésén ármánykodunk.
Nem hagyhatjuk azt, hogy a fideszes propagandagyár meghamisítsa a háború borzalmait és a háborús bűnök valóságát. És a hazugságok ellen mindannyian szükségesek vagyunk fellépni, cselekednünk kell. Szóval kérnék most tőletek valamit. Mikor a családi asztalnál vagy a munkahelyen egy propagandán edződött kollega vagy beszélgetőtárs elkezdi kifejteni azt, hogy Zelenszkij elnök vagy az ukrán nép telt a háborúról, akkor ne maradjatok csöndben. Ne sétáljatok ki a szobából. Csak tegyetek fel pár kérdést. Hogy akkor most az ukránok támadják Moszkvát, vagy az oroszok támadják Kijevet? Hogy melyik bolygón békepártiság kiállni Putyin mellett, aki kazettás bombával löveti az óvodákat? Hogy hogyan szolgálja a magyar érdeket az, hogy Orbán alássa a nyugati szövetségi rendszert, amihez mi önként csatlakoztunk, és ami a mi biztonságunk egyetlen garanciája. És bármilyen nehéz, ki kell állnunk az igazságért, és nem szabad hagynunk, hogy elszakítsanak minket Európától. Ukrajna népe és a kárpátaljai magyarok azért harcolnak, azért áldozzák az életüket, mert az Európai Unióhoz akarnak tartozni. A történelem egyik legsikeresebb együttműködéséhez, ami békét hozott egy 100 éve háborúzó kontinensre, ami jólétet és biztonságot ad a polgárainak. És gyalázat, hogy Orbán Viktor legszívesebben kisétálna ebből a szövetségből. Miközben a saját szomszédaink éppen most a vérüket adják érte. Miközben a saját őseink a vérüket adták érte. Ez bizony történelmi bűn, és nekünk pedig történelmi felelősségünk, hogy ezt ne hagyjuk! Ruszkik haza! Köszönöm szépen!